A játék során, amikor a kutyus együtt játszik a gazdival, az néha kicsit úgy felszokott pörögni, tehát egy kicsit úgy beszokott durvulni, ahogy szokták mondani. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a tanulásban a kiskutya a saját határait feszegeti. Neki nagyon fontos tudniillik, hogy elrendezze az ő kis világát, és ehhez az egyik segítség számára, hogy megtapasztalja, hogy mennyire félelmetes ő valójában, a többiek hozzá képest a ranglétrának mely fokán helyezkednek el, ki az, akit kvázi maga alá tud gyűrni, uralma alá tud hajtani, és ki az, akinek feltétlen engedelmességgel tartozik. Tehát a gúlában való elhelyezkedése, a családi rangsorban való elhelyezkedésének egyfajta mérföldköve, hogy a játék során különböző kisebb és nagyobb harapásokkal próbálja kiprovokálni a választ ezekre a kérdésekre. Ha hagyjuk, és hát számtalan ilyen esetet láttam, és amikor a tulajdonos mutatta a kezét, alkarját, ami tele volt harapásokkal, és akkor mondta, hogy hát neki már ez gyakorlatilag kellemetlen, hogy mit lehetne ilyenkor csinálni, hát visszalépni nehezebb, nem engedni az elején könnyebb. Tehát amikor az ilyen kis harapásokból már azért úgy már kezd kellemetlenség kialakulni, akkor ezt mindenképpen hanggal és magatartással és metakommunikációval tudatosítani kell a kutyába, hogy ez a határ. Eddig játék volt, most már ez nem játék, innentől én ezt nem akarom, nem engedem. Ez egy tanulási folyamat eredménye, ez a kutya meg fogja érteni, mert hiszen nem bolond a kutya sem, pontosan fogja érteni egy idő után, ez kétszer-háromszor ugyanabban a szituációban ugyanazt a választ kapja, hogy itt van az ő határa. Tehát meg fogja érteni, hogy az, akivel a játékot játsza, az fölötte van, erősebb nála mindenféle szempontból, fölötte áll, és akkor ezt ő elfogadja. Ha viszont kedvességből, vagy nem tudom én, álhumánumból, vagy bármiből hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a kutya, az később akár jelentős problémákat is előidézhet. Nem akarom előrevetíteni, mert nem tisztem, hogy vetítsek, de azért néhány ilyen újságban olvasott szörnyű tragédiának a hátterében is sokszor az van, hogy a tulajdonos igazából nem tudott uralkodni a kutyáján, tehát olyan, mint egy elszabadult autó, amikor már egy bizonyos sebesség fölött nem tudjuk uralni a helyzetet, nem tudjuk az úton tartani az autót, kicsit ehhez tudnám hasonlítani. Elszabadul a kutya, kívül esik már a mi hatáskörünkön, nem tudunk rá hatni, de ennek a gyökerei valamikor ott valósulnak meg, vagy ott tapinthatók ki, amikor az ujjunkat csúnyán megharapja. Tehát ezek azok a helyzetek, amiket nekünk már az elején jobb tisztázni, hiszen a kutyának ez egyfajta közlés, amit ő hamar meg fog tanulni.